Szép jó hajnalt mindenkinek, Thorin vagyok, ez pedig az Oxygen Not Included folytatása. Haladunk tovább a furkászásainkkal, továbbra is az elsődleges cél a vízforrásunk megszerzése, vagy visszaszerzése, ahogy kívánjuk. Hozzákezdenek a pöcénk újításához, neveléséhez. Valamint az alsóbb szint lassú-lassú feldolgozásához. Persze előbb-utóbb szükség lesz arra az olajmezőre. Itt, és ebben a pózban alszol? Logikus. No, hát ez elég lassú így lesz. És különösebben nem fogom erőltetni ennek a felfedezését sem. Nem olyan fontos, nem annyira elképesztően fontos, hogy ne lennék meg nélküle. Hát, ez innen már egy hosszabb-hosszabb feladat, két-három
masszív probléma egyszerre való kezelése, ugye az olaj lassú kifúrása, mert ráadásul nem is tudunk normálisan kezelni, mert különféle olajmezőkhöz különféle módokon kell eljutnunk. És nem is biztos, hogy elégséges az eljutási módunk oda. No, viszont ide be lehet húzni végre a nyers olajat. Mint begyűjtendő módszert. Na, ezt az a kis átjáró, zavaró elemet az sikerült lefúrni. Úgy látom egyébként, hogy majd még egy szintet lefúrunk, és akkor végre egyenes útvonalon tudnak átjárni mind a két helyen. Nagyszerű. No hát, lassan, nagyon lassan haladunk. Lassan fúrják ezt is ki, és akkor végre le lehet vagy részét legalább vezetni ezeknek a pocsolyáknak. Kicsit tisztítva itt a környéket. Ezt viszont nem szeretném befúrni. Úgyhogy valószínűleg majd... Miből lenne ez? Igneous rock az nem alkalmas. Legyen gránit, vagy valami hasonló. Mondjuk valami ilyesmi formába. Szükség esetén egy-két felülírással, vagy alulírással, vagy valami. Na, megkezdődött a levezetése a cuccnak. Ilyen érdekes formációba. Keveredő víz az soha nem tud normálisan működni. Kicsit bele tudunk szólni a föltörléssel. Egyúttal a víz egy nem csekély részét megspórolva. És megmentve. Pazarlástól. Igazából ez pazarlás, amit itt nem mentünk ki, az pazarlás. Na. De hát inkább pazaroljunk itt, mint máshol. Ó, még egy olajcsapat is van. Vegyes hulladék víz onnan felül.
Föltörlés közben leeresztettek egy adag újabb vizet ide. Azzal nyilván elősegítették a föltörlést. Avány nem. Na, se baj. Lassú így, de így tudjuk kezelni normálisan. A cél ugye, hogy minél tisztábban megőrizzük ezt az értékes vizet. Még akkor is, ha meleg. Tényleg, van-e még beteg, vagy sérült, vagy akármilyen? Van. Ho-ho, van egy 90-es. Nikola. Nikola! Iránya. Pihenő ágy, amíg rendben nem jössz. Majd aztán lesz megint, feltehetően, amikor ez itt üzembe áll, mire nekire tudunk állni megfelelően. Mocsártörlésünk persze továbbra is nem oldódott meg. Akkor az elmúlt 3 napban csak törölgettünk. Na viszont kirakunk egy jobb ajtót. Ha az ideiglenesen azt jelenti, hogy a levegő itt keveredni fog, nem túl egészséges. Egy gépesített ajtónál töredékét kell majd várniuk. Amennyit itt kell gürizniük, mert nyomik. Ez hasznos lesz. Persze egy zel újra meleg levegőt erejeztettek be, ami azt jelenti, hogy újra hol van a víz. No hát, nem igazán haladnak sehova, a rövid válasz. Törölgetnek hébe-hóba, de túl lassan, túl ritkán. Hóba dolgoznak is. Elvétve. Hogy úgy mondjam. Na. Viszont az olajpacsmaggal megoldódott az ügy. 12 kg petróleum van. Nem külső szumó kell. Oké, és egy áram. Na.
Van itt bőven elég ahhoz, hogy nekiállhassunk. Az újabb szinten való olajbányászkodásnak. Gyermek? Érdekes. Remek, maguktól megoldják. Lassú lesz ez is nyilván, de újra lesz olajforrásunk, és abból lesz újra üzemelő petróleum rendszerünk. Annak minden örömével és hátrányával. Nap, még egy feltörlés. De újra elértük ezt a pakuvízmezőt. Itt már csak halott pakuk vannak, úgy látom. Előző pakunk nem élte túl. Kis aranybányászatra indulunk itt. Akarunk átfúrni itt? Nem annyira, ez itt 50 fok, itt meg 30. Egyelőre még nem akarunk átfúrni. Mondjuk a műanyag pakut, az lehet, hogy jó lenne kihoz, vagy Gekkót, vagy Grekó, vagy milyen? Dreko. Dreko. Műanyag Drekót lehet, hogy érdemes lenne kihozni. Igen, csak hasznos. Jó, ha ennyit kinyitunk, viszont akkor oda kell egy oxigén tisztító. Vagy több. Helybeli anyagból megindítja az egészet? Nem egyszerű. Ó, hogy ő be van zárva ide most.
No, hát most már nem mondhatja, hogy be van zárva. Ha nem akar kimenni, innentől kezdve az az ő baja. De annak örülök, hogy az egyik deodorizert azt magától üzembe tudtuk helyezni. No, hogy haladunk? Nekiálltak a fúrásoknak. Olajmezőnk. Most már nem annyira halad. Fontosabbnak tartják az egyéb ügyeket. Itt felteszem. Most csak szépészeti okból fúrjuk le nagyon fontosként. Egyáltalán nem fontos. De a két főbányászunk igen gyorsan dolgozott. Ami jó hír, mindig. No, lesz munka is, vagy csak bötykölnek? Igazából ezt, hát így lenne szerintem rakni. Egy hatosra, ez legyen meg mi hamarabb. Az egész. És akkor lesz olaj, ahogy azt illik. Abból lesz műanyag. Volt még 8 tonna, de sosem elég. Nem, ez viszont nem. Hogy hívják? Arany, vagy hogy hívják? Nem vas, hanem aranyból kell, hogy legyen, különben elolvad egyszerűen. Pasan gold amalgámból, mert szerencsére a legtöbb cuccot nem kell közvetlenül feldolgozott fémből ügynek ölni. Kissé durva lenne. Ja, most éppen aranyat dolgozunk, úgyhogy azért nincs a lime feldolgozva. Értem már. No. Nem erőltetik az ügyeket. Mi anyagot is tudtunk elszórni. Meg slime-ot, meg mindent. Sőt, ha már arra járunk, akkor ezt a kettőt is bontsuk ki. Majd. Tökéletesen ráér a majd tartományba. Ezt a bioszkennert viszont oldjuk meg. Viszonylag fontosan.
Nem merőltetik ennek a kezelését. Oké, hát így nem volt túl hasznos. Ruhák szoktak lenni benne, de előfordulni a egyéb dolog is, azt hiszem. Úgyhogy néha érdemes. Nem, csak ruhák. Csak. Na, hogy néz ki? Ismét kész. Ismét lassan teljes cső. Petróleum előre készítve. Hát majd amikor ez a pár kiló petróleum bemegy, akkor így gyártunk. Kis sérülést összeszedünk. Na, itt bármi érdekes, nem különösebben. Na, majd itt lesz a nullifier. De az... böhöm. Nem igazán erőltetik a fiúk. Ez feltárás jellegű. Neutrónium mindenfelé, de csak a falba. Túlmelegedett cumó. Ó! Oh. Itt a becsapódó cuccoktól sérült ez a mező. Hát nincs kaja hiányunk, úgyhogy nem érdemes erőlködnünk oda. No, hát részben sikerült, ezt a mezőt föltártuk. Nincs semmi érdekes. Itt van egy valamilyen kapcsolórendszer, gondolom lassan elolvad.
No hát, kicsit elősegítjük ezt az ügyet. Ez igencsak lassan. Ja, szintezés nem igazán működik ki, amíg ez az akadály útban van. Meglep, hogy nem bontotta le maga a víznyomás. Valahova vasat gyűjtenek innen. Logikus, nem? Nem. No hát, igen csak lassú a folyamat, részben a különféle extra munkák miatt. Mindig a vizes palackokat gyűjtik össze csak. Közben újabb és újabb feltörölni valók jönnek létre. Ami növeli a vizes palackok számát. Nagyon bohócságot ne csinálj. Na hát, nem igazán haladtunk a tényleges ügybe a víztározóval, de azért a szalapozást azt megoldottuk részben, plusz az olajat kifúrtuk újra, azt azért elértük, és ismét van műanyagtermelés. Plusz egyéb furásokat írtottam, ott azért kezelünk valamennyire. No meg lassan egy újabb adag arany goldamalgámból kialakult, 30 tonna van, még azért van bőven, de szükség van némi extrára, folytatjuk legközelebb.